A Maros megyei Jedkösségben szervezték hétvégén a Román Florball Liga új idényének első fordulóját. A lejátszott mérkőzéseket követően a tabella élére a székelyudvarhelyi Black 69 állt, vele azonos pontszámon, de rosszabb gólkülönbséggel a marosvásárhelyi Red Arrows követi. A Jeddi sportterem lelátóin még sosem ült ennyi néző floorball mérkőzésen, mint a román bajnokság új idényének első fordulóján. Köztük többen hozzátartozók vagy más csapatok játékosai, a szurkolói hangulatot azonban a helyi gyerekek okozták. A helyi csapat mindkét mérkőzését megnyerte, Orbán Endre elégedetten értékelt a mérkőzéseket követően. Szerintem taktikailag nagyon sokat fejlődtünk. Ugye az első meccsen megvertük a tavalyi bajnokot, aki most igaziból kicsit legyengült, mert veszítettek játékosokat. Viszont a második meccs az egy kicsit nehezebben jött, mert ez egy új csapat, akit még nem ismer, nem játszottunk ellenük, és nagyon hajtott, nagyon fiatalok, nagyon gyorsak voltak, nagyon hajtosak voltak, nagyon ambiciósak, úgyhogy örülünk, hogy megvertük őket. A csíkszeredai Floorball Klub vezetője nem volt ennyire elégedett. Csapata kikapott a székelyudvarhelyi Floorbullstól. Bíró Ádám ennek ellenére bizakodó. Tulajdonképpen nekünk az a lényeg, hogy bekerüljünk a playoffba, és a végén, mivel mi szervezzük a playoffot, Csíkszeredában lesz a döntő, nagyon szeretnénk hazai pályán megnyerni azt a nívós sorozatot. A bajnokságban a Sepsi-Szentgyörgyi Sepsi Vikings a sereghajtó. A csapat svéd szakvezetője nem az elvesztett mérkőzések miatt volt bosszus, hiszen frissen létrejött csapatként elsődleges céljuk a tapasztalat, és csak utána a gólszerzés. Mi azzal a tervvel jöttünk ide, hogy legalább szerezzünk gólt, hiszen az elmúlt időszakban problémánk volt ezzel. Az volt a célunk, hogy a labdát megjátsszuk úgy, hogy lövőhelyzetbe kerülhessünk, és így gólt szerezhessünk. Nem sikerült a megbeszéltek szerint játszanunk, hiába kezdődött a mérkőzés jól, rosszul végződött. A romániai Floorball Liga első fordulóját követően két győzelemmel a székelyudvarhelyi Black 69 áll az élen. Őt követi azonos pontszámmal, de rosszabb gólkülönbséggel a marosvásárhelyi Red Arrows, harmadik a Csíkszereda, negyedik a székelyudvarhelyi Floorbulls egyaránt 3 ponttal, ötödik a csíkcsicsói Leadbirds és hatodik a Sepsi-Szentgyörgyi Sepsi Vikings csapata.